Szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket az idei jótanuló jósportoló díjátadásán. Felkérem Ragó Attilát, a Városfejlesztési és Oktatási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Első körben természetesen benneteket gyerekek, a diákokat, akiket ma igazából köszönteni és ünnepelni gyűltünk össze. Külön köszöntöm az intézményvezetőit, akik megjelentek, külön köszöntöm a felkészítő tanárokat, megjelent vendégeinket, szülőket, kísérőket. A Füzesabon jó város jó tanuló, jó sportolója díjat az önkormányzat azért hozta létre, hogy minden évben legyen lehetőségünk elismerni azt a kimagasztó teljesítményt, mint a diákok véghez visznek. Legyen ez valamely tanulmányi eredmény, tanulmányi verseny, legyen valamilyen művészeti ág, vagy valamilyen kiemelkedő sportteljesítmény. Ti, akik itt ültök ma, mind valami fantasztikusat vittetek véghez. Kiemelkedő teljesítményetekkel, nagyszerű tanulmányi, művészeti vagy sport eredményeitekkel méltók lettetek arra, hogy tanáraitok, edzőitek benneteket jelöljenek, és hogy ma itt oklevelet elismerést vehessetek át. Nagyszerű érzés lehet, pedagógusnak lenni, szülőnek lenni, olyan gyermekek mellett, akikre igazán büszkék lehetünk. Ti mindannyian vittétek az iskola, az egyesület, a Füzesabony város jó hírnevét az országban, amelyet mi köszönettel tartozunk. Én kívánok mindenkinek a következő tanévre, a következő időszakra nagyon eredményes és sikeres munkásságot, az előttünk álló immáron hivatalosan is megkezdődött nyári szünetre, pedig balesetmentes pihenést, nyár vége felé némi felkészülést a következő évre. A pedagógusoknak kívánok eredményes évzárást, nagyon jó pihenést és egy jó készülődést a következő évszakra. A sportban tevékenykedők pedig nyár közepén is megkezdik a felkészülést arra a kis időre, ami addig jött, pedig jó pihenést kívánok. Még egyszer sok szeretettel gratulálok mindenkinek, Füzesabony városa büszke rátok, méltán büszkék lehetnek, pedagógusaitok, felkészülők is. Köszönöm szépen a figyelmet. A hagyományokat követve elsőként azokat a diákokat és felkészítő tanárékaikat szólítom, akik mind a tanulás, mind a sport terén kiemelkedően teljesítettek. Elsőként szólítom Kis Ákost, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, több nemzetközi és országos karateverseny díjazottja, emellett a kressz versenyeken is képviselteti magát. Testnevelője Ötvösné Perge Edit, edzője Szedlák Endre. Gratulálom neki! Szedlák Endrét is szeretnénk. Következő díjazott Márton Csilla, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, több nemzetközi és országos karate verseny díjazottja, valamint 2018-ban az év junior karatékája. Testnevelője Dr. Szűcs Attiláné, edzője Szedlák Endre. Köszönöm. Szólítom Helyi Kiarát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kressz és kerékpározás. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Szabó János. Gratulálunk! Szólítom Jakab Emmát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kressz és kerékpározás. Testnevelője Kádas Imre, edzője Szabó János. Következő díjazott,
Szabó Balázs, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testneve jövője Rizsán Tiborné, edzője Gyöngy Mário. Aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, a sportága a kézilabda. Testnevelője Rizsán Tiborné, edzője Gyöngy Mário. Gratulálok! Fölépom Bánik Balást, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Rizsán Tiborné, edzője Gyöngy Mário. Gratulálok! Következő díjazott Győri Ádám, szintén a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága, neki is a kézilabda. Testnevelője Rizsán Tiborné, edzője Gyöngy Mário. Következő díjazottunk Szabó Márton, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Rizsán Tiborné, edzője Gyöngy Mário. Szólítom Veres Mátét, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Gyöngy Mária. Gratulálom! Szólítom Ferenc Boglárkát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Fügedi Kóta Domitilla. Gratulálunk neki! Következő díjazott Molnár Hanna, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Fügedi Kóta Domitilla. Gratulálok! Következő díjazottunk Szabó Luca, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákja, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Fügedi Kóta Domitilla. Szólítom Király Elizát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, több országos mazsolett verseny díjazottja. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Finkóczi Lilla. Szólítom Kudok Dórát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, több országos mazsolett verseny díjazottja. Testnevelője Nagy Zsolt, edzője Finkóczi Lilla. Gratulálok neki! Szólítom Olá Jászmint, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, és több országos mazsolett verseny díjazottja. Testnevelője Dr. Szűcs Attiláné, edzője Finkóczi Lilla. Gratulálok neki! Horváth Noémit, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, és több országos mazsolett verseny díjazottja. Testnevelője Ötvösné Berge Edit, edzője Finkóczi Lilla. Gratulálunk neki! Szólítom Bollai Liliánát, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, és több országos mazsolett verseny díjazottja. Testnevelője Ötvösné Berge Edit, edzője Finkóczi Lilla. Gratulálunk neki! Következő díjazott a Teleki Blanka Általános Iskola tanulója, Sári Izabella Kiara, akinek jeles a tanulmányi eredménye van, sportága a kézilabda. Testnevelője Tajta József, edzője Benedek Réka. Gratulálunk!
A következő díjazott szintén a Teleki Blanka általános iskola tanulója, Beres Maja, aki kitűnő tanuló, sportága, a kézilabda és a mazsolem. Testnevelője Bartókné Tolnai Katalin, edzője Fügeri Fóta Domitilla és Pinkó Cililla. Gratulálom neki! Szólítom Besenyei Dorinát, a Teleki Blanka általános iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Tajta József, edzője Benedek Réka. Gratulálunk neki! Szólítom Besenyei Lizet, a Teleki Blanka általános iskola diákját, aki jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik, sportága a kézilabda. Testnevelője Tajta József, edzője Benedek Réka. Gratulálunk neki! Következő díjazott szintén a Teleki Blanka általános iskola tanulója, Király Anna, aki kitűnő tanuló, sportága a kézilabda. Testnevelője Bartókné Tolnai Katalin, edzője Fügeri Fóta Domitilla. Gratulálunk! És következzenek a legfiatalabbak, az óvodások, akik elismerő oklevelet vehetnek át. Elsőként szólítom a Köttömpő óvoda kereszt csapatát, melynek tagjai Szedlák Endre, Bíró Gergő Ádám, Bocsi Ádám, Mezei Hanga, Vasas Miklós Barna és Spomba Semon Miki. Felkészítő bohónő, Németh Szalvas Erzsébet. Gratulálunk nekik! Szintén a zenevarázslat nemzetközi
nemzetközi 4000 zongora versenyen szerepelt Pocok Melinda, német katapáros, akik bronz minősítést kaptak. Felkészítő tanár Kovács Anita. Szólítom a 4. megyei gitárverseny díjazottjait, elsőként Hardosni Barta Viktória növendékeit, Veres Nórát, aki aranyminősítést kapott. Nagy Kármen Krétert, Nagy Ramónát, Váradi Benjamin, Szekeres Blankát, akik ezüst minősítést kaptak. Illetve Gál Flóra Júliát, Kis Tivada, Bozsik Gabriele, Kis Nagy Ábel és Gélyes Lili, akik bronzminősítést kaptak. Gratulálunk nekik is! Következzenek Nyikes Nikoletta növendékei, akik a 4. megyei gitárverseny díjazottjai. Zelemáti Imre, Király Anna bronzminősítést kaptak. Gratulálunk neki! Fejlesztési és Oktatási Bizottság minden évben díjaz azokat a diákokat, akik tanulmányi versenyen szerepeltek kiválóan. Következzenek ők. Elsőként szólítom a Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakgimnázium tanulóját, Kis Dominika Zsófiát, aki a 6. Szakmasztár Fesztivál országos döntőjében 5. helyezést ért. Felkészítője Garam Hegyi Gábor. Következzenek a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákjai. Szólítom Bartók Balást, 8. osztályos tanulót, aki az Eszterházi Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziumának megyei informatikai versenyén 3. helyezést érte. Felkészítője Iváni Rédei Marianna. Gratulálunk neki! Következik Varga Ábel, első osztályos tanuló, aki megyei matematikai versenyen első helyezést ért el. Felkészítője Zakóné Püspöki Ilona. Gratulálunk! Most egy csapat következik, akik országos környezetvédelmi verseny területi döntőjében 3. helyezést értek el. A csapat tagjai Bocsi Virág, Németh Kata és Tóth Szabolcs. Felkészítői Nagy Nébeli Mónika. Gratulálunk nekik! Következik Berge Martin, 4. osztályos tanuló, aki megyei nyelvi angol versenyen 6. helyezést, illetve megyei hangos olvasási versenyen 4. helyezést ért el. Felkészítői Bálint Ágnes és Krizsánti Barné. Gratulálunk nekik! Szólítom Telekes Klaudia, 4. osztályos tanuló, aki megyei magyar nyelvi versenyen 6. helyezést ért el. Felkészítője Krizsánti Barné. Gratulálunk neki!
Következik Szele Máté, szintén negyedik osztályos tanuló, aki megyei angol nyelvi versenyen harmadik helyezést ért el. Felkészítője Eper és Nécsik Beáta. Gratulálunk! Szólítom Bocsit úrát, hatodik osztályos tanulót, aki ötödik helyezést ért el megyei angol nyelvi versenyen. Felkészítője Nagyné Németh Anna. Gratulálunk neki! Következzen ismét egy csapat, akik a környezetismeret, környezetvédelem országos csapatversenyi döntőiben negyedik helyezést értek el. A csapat tagjai Telekes Klaudia, Bánik Balázs és Kalok Réta. Felkészítőjük Krizsánti Borni. Gratulálunk neki! Szólítom Prokaj Panka, harmadik osztályos tanulót, aki megyei hangosorvosási versenyen első helyezést ért el. Felkészítője Jacsó Emilné. Gratulálunk neki! Következik Sípos Nelli, második osztályos diák, aki szintén a megyei hangosorvosási versenyen negyedik helyezést ért el. Felkészítője Ötvösné Perkeldi. Gratulálunk neki! Katolikus általános iskola utolsó díjazottja, Oláh Panni, második osztályos tanuló, aki a katolikus iskolák országos tanulmányi versenyén hittanból hatodik helyezést ért el. Felkészítője Ötvösné Berg Erik. Gratulálunk! Következzenek a Teleki Blanka általános iskola tanulói, akik tanulmányi versenyeken szerepeltek kiválóan. Elsőként szólítom Mohácsi Petrát, aki szövegértési és helyesírási versenyen megyei harmadik, illetve országos honismereti tanulmányi verseny ötödik helyezettje lett. Felkészítői Szűcsné Fúca Zsuzsanna és Bernát Melinda. Gratulálunk nekik! Széles Tamást, aki megyei nyelvi verseny negyedik helyezettje lett. Felkészítője Bozsikné Barta Mária. Gratulálunk neki! Következő díjazottunk Barta Sas Piroska, aki megyei helyesírási verseny harmadik és megyei nyelvi verseny második helyezettje. Felkészítője Bozsikné Barta Mária. Gratulálunk neki! Következzen Nagy Norina, aki megyei nyelvi verseny hatodik helyezett és országos magyar versenyen tizedik helyezett lett. Felkészítője Bozsikné Barta Mária. Gratulálunk neki! Szólítom Radics Ádám Sándort, aki megyei nyelvi verseny hatodik helyezését érte el. Felkészítője Lőrinc Bianca. Gratulálunk neki! Bukta Laura Zoe a következő díjazottunk, aki megyei nyelvi versenyen harmadik helyezést és megyei hangosolvasási versenyen második helyezést ért el. Felkészítője Bartókné Tornai Katalin. Gratulálunk neki! Szólítom Komoházi Krisztinát, aki megyei matematikai verseny harmadik helyezést ért el, illetve a Neumann János Középiskola matematikai versenyén külön díjazott lett. Emellett kiváló sportoló felkészítője, Fucsonyi Tavanyi Katalin, testnevelő tanára Vidincsik József. Gratulálom! Füzér Dorka Sárát szólítom, aki megyei hangosolvasási versenyen harmadik helyezést érte el. Felkészítője Bacsal Zsuzsanna. Gratulálunk! A következő díjazottjaink mindannyian az országos honismereti tanulmányi versenyen értek el kimagasló eredményeket.
Kérlek benneteket, ahogy halljátok a neveteket, egyességgel fáradjatok ki, és vegyétek át az elismerő okleveleket. Felkészítője Bernát Melinda. Gulyás Ákos, 4. helyzet lett. Nagy Attila László, 1. helyzet lett. Gratulálunk! Takács Dominik, 1. helyezett. Gratulálunk! Szegléd Kréta, 4. helyezett. Gratulálunk neki is! És Komolnár Alexandra, 6. helyezett. Gratulálunk! Végezetül következnek azok a diákok, akik a sport területén voltak sikeresek. Gulyás Bendegúz, 1. osztályos tanulót szólítom, aki nemzetközi Kyokushin kupán 1. helyezést ért el. Edzője Szegléd Kréta. Következik Kis Levente, 8. osztályos tanuló, aki szintén nemzetközi Kyokushin kupán vett részt, ahol 2. helyezett lett, illetve Kyokushin karate országos elődöntőjében 2. döntőjében 3. helyet ért el. Edzője Szedlák Endre. Gratulálunk! Egy sakcsapattal folytatjuk a sort, akik a Fellegi Sándor megyei sakverseny 3. helyezését érték el. Csapattagjai Kis Ádám, Lovas Adrián, Zsólyomi Bence és Bocsi Levente. Edzőjük Engel Tibor, gratulálunk nekik is! Ugyancsak ezen a versenyen egyéniben 1. helyezésért érte el Bocsi Levente. Gratulálunk neki is! Az FSC U11-es kézilabda csapatának tagjaival szeretném folytatni, akik a Festen Kontakt Kupa megyei versenyén 1. helyezettek, a Sterbinski Amália régió bajnokságon 2. helyezettek lettek. A csapat tagjai Veres Máté, Zsólyomi Bence, Gyűri Ádám, Bori Ádám, Bálint Balázs, Szabó Bálint, Szabó Márton, Szabó Balázs, Fel Sándor, Kürti Dominik edzőjük, Gyöngy Mário. Gratulálunk nekik! Kimit tud országos minikressz versenyén 3. helyezést értek el. A
csapat tagjai Sikos Eli, Kis Ákos, Szlobik Ákos, Olámira, Németh Gergő, Veres Áron, Úri Gergő, Kárdészabé, felkészítőjük Szabó János. Gratulálunk! A négy megye regionális kerékpáros közlekedési versenyen első helyezett, a kerékpáros iskola kupa megyei döntőiben második helyezett lett. Felkészítője Szabó János. Gratulálom neki! Szintén a kerékpáros iskola kupa megyei döntőiben csapat első helyezést ért el Jakab Emma és Helli Kiara. Felkészítőjük Szabó János. Gratulálom neki! Kisádámmal folytatjuk az elismerő oklevelek kiosztását. Aki négy megye regionális kerékpáros közlekedési versenyen harmadik helyezett, ki a mester két keréken kerékpáros közlekedési verseny megyei döntőiben első helyezett, illetve országos döntőiben egyéniben negyedik helyezett csapatban első helyezett lett. Felkészítője Szabó János. Gratulálunk! Következik Németh Kata, aki a négy megye regionális kerékpáros közlekedési verseny első helyezett, ki a mester két kerékben kerékpáros közlekedési verseny megyei döntőjében első helyezett, országos döntőjében egyéniben első helyezett, csapatban első helyezett lett. Gratulálunk nekik is! Szólítom Nagy Kuzsinát, aki a Karate Országos Diákolimpián harmadik helyezett, a hatodik Sógók bajnokságon első helyezett lett. Edzője Szedz Lágenzel. Gratulálunk neki! Következzen egy csapat, akik megyei tűzoltó versenyen első helyezést értek el. A csapat tagjai Császár Laura, Perez Cynthia, Szirátki Kitti, Tóth Eszter Zoé. Felkészítőjük Bernát Melinda. Gratulálunk neki! Versenyen a fiúk is. A csapat tagjai Mező Noel, Szirácki Dániel, Bocsi Péter, Benke Patrik, Gulyás Ákos. Felkészítőjük Bernát Melinda. Gratulálunk neki! Kerekes Gréta, Kerekes Hanna, Bajoros Gerda, Nagy Janka, Szegő Vivian, Kovács Nelly edzőjük, Keszthelyi Kinga. Gratulálunk nekik! Gratulálunk neki! És végül szólóban Majoros Gerda, országos negyedik helyezett lett Modern Tánc kupa sorozaton. Gratulálunk neki!